Munkánk során a következő lépés a fényvisszaverődés törvényeivel való megismerkedés lesz. Ezt először a síktükörről fogjuk megtanulni. A fényvisszaverődés törvényeit a síktükörön fogjuk legelőször látni. A síktükör képalkotását is meg fogjuk nézni, a hullámok visszaverődését, a fény visszaverődés jelenségét síktükörről, illetve a tükörkép keletkezését és annak szerepét fogjuk megvizsgálni. Az előző képeken jól látható volt, hogy a tárgy és a róla alkotott virtuális kép a tükörtől egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a tulajdonságot kihasználva a fényképeket, amelyek így készülnek, a két manipulációs programok segítségével át lehet alakítani. Erre láttunk példát az utolsó képen, amikor 180 fokkal elforgatva jelent meg ugyanaz a kép, amit eredetileg láttunk. Következőben ismerkedjünk meg a fény visszaverődés két törvényével. Az első törvény a következő. A beesési szög és a visszaverődési szög egymással mindig egyenlő. A második, a belső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár mindig egy síkban van. Ezekre a törvényekre lássunk példákat a következő visszaverődéseknél. Lássunk a szólt fényvisszaverődésre példát, a szabályos visszaverődésre egy példát, és a pontszerű fényforrás és a síktükör kölcsönhatására egy példát.
készített pontszerű fényforrás segítségével vizsgáljuk a síktükörről a szabályos visszaverődést. Amikor változtatjuk a távolságot a lencse és a tükör között, akkor pontosan megkapjuk a fényforrás képét. Ekkor tulajdonképpen a lencsének a fókusz távolságát állítottuk. Láttuk a síktükör képalkotását, használatát. Most ismerkedjünk meg a különféle gömbtükrökkel. Először a homorú gömbtükörrel fogunk tüzetesebben megismerkedni. A homorú gömbtükör jelentőségével. Ennek a gömbtükörnek olyan szerepe van, hogy képes egy pontba az energiát összegyűjteni, fókuszálni. Erre látunk az első néhány képen példát. Majd pedig megvizsgáljuk ennek a tükörnek a képalkotását. Milyen kép keletkezik a homorú tükör segítségével. A következő vizsgálódásaink tárgya a domború gömbtükör. Először a domború gömbtükör képalkotását fogjuk megnézni, majd pedig arra keresünk példákat, hogy hol alkalmazzák. Például a személygépkocsik jobb oldali visszapillantó tükre mindig domború gömbtükör, mivel kicsinyített és virtuális képet alkot. Már annyi szor volt szóra, hogy mi az, hogy valódi kép és látszólagos kép. A valódi kép az mindig a tükrök előtt keletkezik, és mindig a visszavert fénysugarak meccés pontjában. A látszólagos kép az pedig mindig a tükrök mögött, és a visszavert fénysugarak meghosszabbításai fogják megadni. A fókuszpontok is hasonlóan a tükör előtt vagy a tükör mögött helyezkednek el, ha valódi, illetve a látszólagos fókuszról van szó. Az utolsó filmünk egy hosszabb lélegzetű film lesz, amelyben a következőt fogjuk megvizsgálni. A fény sebessége lesz a vizsgálat tárgya. Ez a kísérlet, amit itt láthatunk, ez a nagyon híres Foucault-Michelson kísérlet, amelyet franciául fogunk meghallgatni egy nagyon híres előadótól. Én megpróbálom alatta elmondani, hogy mi a kísérletnek a lényege. Lássuk!